Gyászmenettel temették el a CEU diákjai az oktatási szabadságot ma a parlament előtt. Az egyetem által megjelölt határidő ugyanis ma járt le. Mivel nincs megállapodás, ezért így elméletileg költözik a CEU Bécsbe. Koporsóval a vállukon vonultak a parlament elé a CEU diákjai. Az oktatási szabadságot temették. Ma járt le a határidő, az egyetem vezetősége azt mondta, ha december 1-ig nem születik meg a megállapodás a kormánnyal, akkor Bécsbe költözik az egyetem. Az amerikai diplomát kiállító egyetem mellett többször kiállt Budapest újdonsült amerikai nagykövete David Cornstein is. A határidő lejártával a Washington Post így Amerika csúfos szégyenéről beszél. Azt írják, idézem, egy 10 milliós ország autokrata vezetője megszégyenítette a Trump vezetést. I stand with the Central European University and all prime ministers should do so too. A CEU ügye felháborította Judith Sargentinit és az Európai Liberális Párt frakcióvezetőjét is, aki Twitterén egyenesen úgy fogalmazott, hogy ilyet a nácik csináltak utoljára. Abban a pillanatban betartaná a törvényt, megállapodnak, de nem tartja be. Tavaly áprilisban módosították a felsőoktatási törvényt. Ez szerint azok az egyetemek adhatnak ki egy másik országban diplomát, amelyek az adott országban is folytatnak oktatási tevékenységet. We fulfilled both of those conditions. A CEU, hogy megfeleljen ennek a törvénymódosításnak, több programot is indított New Yorkban, a Bard College-ban. Az ottani oktatási tevékenységet pedig nem csak New York állam oktatási hivatala ismerte el, hanem a rektor beszámolója alapján az Altusz Kristóf vezette magyar delegáció is. This decision of ours comes into effect on December 1. A döntésünk december 1-től lép érvénybe, még az utolsó pillanatokban is megoldást keresünk, hogy Budapesten maradhassunk szabad egyetemként. Október végén még viszonylag optimistán jelentette be a CEU rektora, hogy december 1-ig tudnak várni, hogy a magyar miniszterelnök aláírja az egyetemről szóló megállapodást. December 1-e eljött, megállapodás azonban még mindig nincs. És úgy tűnik nem is lesz. A kormány ma is azt válaszolta a híradónknak, hogy a soros egyetem politikai blöffjeivel, ultimátumaival nem foglalkoznak. A közép-európai egyetem szerintük a jövőben is Magyarországon működik majd. A CEU 26 évig működött a jelenlegi formájában. A rektorhelyettes szerint a kormánynak azzal van problémája, hogy az egyetem alapítója Soros György. Én attól félek, hogy valójában nincs szándék arra, hogy ezt a kérdést megoldják. Eddig is jól szolgált a Soros kampány a kormánypárt érdekeit, és talán ennek a kampánynak a része a CEU ügye is. Bokros Lajos szerint viszont Soros csak ürügy. A hosszú távú cél, hogy a kormány beleavatkozhasson az egyetemek eszmeiségébe. Amiről szó van itt, az a magyarországi tanszabadság megszüntetésére való törekvés. A történet nem a CEU-ról szól, a CEU az a jéghegy csúcsa. Ha a CEU-t sikerül elüldözni Magyarországról, akkor utána egész pályás letámadás indul a magyarországi állami tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények ellen. Az egyetem hétfő délután tart sajtótájékoztatót arról, hogy mi lesz a CEU-val a jövőben.